Sóz Zoltán független jelölt is benyújtotta a polgármester jelöltségi dossziéját a Marosvásárhelyi Területi Választási Irodához. Az eseményt követően elmondta, a változásért fognak kampányolni. Brassai Zsombor megyei RMDSZ elnökkel és néhány tanácsos jelölttel körülvéve érkezett Sós Zoltán a Marosvásárhelyi Területi Választási Irodához, hogy a 6000 aláírás tartalmazó dosszíját leadja. A sajtó képviselőinek elmondta, az a célja, hogy személyesen szólítsa meg az embereket. A legfontosabb az emberek között lenni, az, amit lehetséges lesz, ajtóról ajtóra járni, emberek közé menni, rendezvényeken megjelenni, vagy akár elmenni, egyszerűen megkeresni a kedves választókat, és meggyőzni őket, hogy miért fontos a változás, aki még nem érzi ezt úgy, hogy meg kell tennie. Marosvásárhelynek változásra van szüksége, ezt hirdették a jelöltet kísérő önkéntesek pólóin olvasható Szabadítsuk fel a várost feliratok is, de a tanácsosi listán szereplő jelöltek is ezt tűzték ki célul.